A magyar tulajdonban lévő Granite Bank új szolgáltatást indított, amelynek lényege, hogy az ügyfélnek nem kell bemennie a bankfiókba ahhoz, hogy tájékozódjon a szolgáltatásokról vagy intézze az ügyeit. Mostantól egy internet csatlakozással rendelkező számítógép és egy webkamera segítségével is megteheti mindezt. A márciusi felmérések szerint 5,2 millió olyan magyar állampolgár van, aki magát rendszeres internethasználónak minősítette. Több mint 2 millió háztartásban van internet, és az internet használóknak 38%-a, közel 2 millió ember bankolása már jelenleg is használja ezt az internetet. Most ami újdonság és plusz kényelmi szolgáltatás az az, hogy ezen az internet csatornán keresztül nem csak egy személytelen kommunikáció tud létrejönni a bank és az ügyfél között, hanem egy személyes találkozás is lehetővé válik. Az ügyfél tudja látni azt a banki ügyintézőt, akivel éppen beszél, és akitől éppen tanácsot kér, és fordítva is igaz. Eközben, miközben beszélgetnek az internetes felületen, eközben lehetőség van banki dokumentumoknak a cseréjére, és természetesen lehetőség van pénzügyi tranzakciók lebonyolítására is. A több százmillió forintos beruházást igénylő szolgáltatás egyedülálló a hazai, de a nemzetközi piacon is. Nincsenek ismereteink, hogy bárhol máshol a világon ilyen szolgáltatás működne. Ez a szolgáltatás a bank és az ügyfél kapcsolatban egy olyan új dimenziót nyitott, ami ötvözi a bank és az ügyfél közötti személyes jelenlétet, de mindazonáltal egyszerűbbé, gyorsabbá és költségtakarékosabbá teszi. Ennek a lényege az, hogy mindenki, akinek van internet elérhetősége, és ezen az interneten vagy van beépített kamera, vagy ha nincs, akkor pár ezer forintért lehet egy beépített kamerát vásárolni, és legalább egy megabájtos sávszélességű internet előfizetéssel rendelkezik, akkor a Granite Bank érdeklődése és tanácsadói funkciója elérhető, közvetlenül a Granite Bank honlapjáról, illetve külön a bankfiók az otthonában honlapról. Ezek a szolgáltatások ingyenesek. Amennyiben ezen a csatornán keresztül az ügyfél tranzakciót is szeretne megvalósítani, akkor erre szerződni kell, és ennek van díja. A Granite Bank, amely a szolgáltatással egyidejűleg 16 vidéki és 2 budapesti bankfiókot is nyitott, az elmúlt két évben 40 milliárd forintra növelte mérleg főösszegét, és 36,5 milliárdra az ügyfélbetétek mértékét. A Granite Bank 2010 májusában kezdte meg működését. Az elmúlt két év alatt a 7 milliárdos mérleg főösszegű bank közel 40 milliárdos nagyságúra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy közel meghatszorozta a mérleg főösszeg növekedését, és ugyanilyen mértékű a betétállomány növekedése is. Ebben az évben további növekedéssel kalkulálunk. A múlt év végén a mérleg főösszeg picit meghaladta a 33 milliárdot, ez év végén körülbelül 50 milliárd körüli mérleg főösszeg növekedését tervezzük. A bank elfogadott 10 éves stratégiai pálya meghatározta azokat a sarokszámokat, amelyek számunkra fontos mérföldkövet jelentenek. A bank az elmúlt két évben ennek a stratégiai pályának meghatározott sarokszámai túl teljesítette. Magasabb növekedést, magasabb betétállományt értünk el, és kisebb ráfordítással tudtuk ezt a növekedést megvalósítani, mint ami a stratégiai pályában szerepelt.